Köszöntöm nézőinket, ez a Mozaik a Sopron televízióban. Felfedező sétára invitálják a soproniakat a hétvégén, méghozzá a Családok Nemzetközi Napja alkalmából, és hogy miért, erről beszél nekünk az ötletgazda, Szekeres Kriszta, a Prokultúra Sopron közművelődési munkatársa, akit sok szeretettel köszöntök. Köszi én is, vagy sétaszervezője mondhatjuk már azt is, mert most úgy tűnik, hogy ennek az ideje vagy műfaja tud így a Covid idejében megvalósulni. De hát azért ennek is örülünk, hiszen ez most már a harmadik ilyen tematikus olyan kulturális program, ami valójában inkább egy vezetett, vagy inkább egy útmutatóval elindított séta, amikor nem együtt tömegesen vonulunk helyszínről helyszínre, és ott megállunk, mint mondjuk a gyors talpaló városjáró sétáink során, hanem mi csak egy útvonal tervet adunk az erre jelentkezőknek, és egy időintervallumot, amikor érdemes ezt a sétát lejárni, hiszen ezt a sétát majd lejárhatják nem csak ezen a nemzetközi világnapon akár, hanem máskor is, de akkor nem lesznek ott azok a kis attrakciók, azok a kis segítségek, azok a kis látványosságok, amikkel erre a délutánra készülünk. Egyébként május 15-e hivatalosan a Családok Nemzetközi Napja, de úgy látjuk, hogy ezek a séták inkább vasárnap délután lehetnek jó családi programok, és ezt most kifejezetten a családok számára javasoljuk, persze azért lehet jönni magányosan, kutyával vagy párban gyerek nélkül is, de a családok számára azért kínáljuk, mert hiszen a témánk is az lesz, hogy legendás soproni családok nyomába lehet eredni majd ezen a vasárnap délutánon. Na akkor, mint egy jó sporteseményen nézzük, hogy hol van a rajthely, hol van a cél, és közben milyen akadályokat kell leküzdeni. Hát az akadályok borzasztó hosszú számban sorakoznak, leginkább az, hogy ebéd után kell elindulni. No, ezért is tettük egy kicsit későbbre most már a kezdést, mert hát tovább van egyrészt világos, mint márciusban vagy áprilisban volt. Másrészt pedig talán jobb, hogyha az ebéd után ülepszik az ember egy icipicit, mert hogy jó pár helyszínen lehet majd ezt-azt megkóstolni ezen a délutánon, úgyhogy nem árt, hogyha ez a vasárnapi ebéd most nem lesz olyan nagyon gazdag vagy bőséges. A többit kulturális értelemben mi majd ehhez a vasárnaphoz itt hozzá tesszük. Délután 3 és 7 óra között lehet lejárni ezt a sétát, és 3 és 7 óra között mi mindenkinek egy ilyen kis térképet adunk, vagy egy kis menetlevelet adunk a kezébe, amin fel vannak tüntetve azok a helyszínek, ahova érdemes ellátogatni, és a hátoldalon pedig gyűjthető lesz majd a különböző helyszíneken valami kis apróság, ami megörvendeztetheti a családokat. És aztán, hogy mi útvonalon megyünk, ez pontosan a térképen ott lesz. Mit kérdeztél még? Igen, milyen akadályokat leküzdeni, de hát ahogy látom, minden egyes ponton valaki majd várja így van, a sétálókat. Így van, tehát nem kell magányos sétára gondolni, majd minden helyszínen lesz ott valaki. Azokat a legendás soproni családokat gyűjtöttük föl egy szó szerint egy körre, hiszen a térképen is egy kört kell majd bejárniuk családi körben a vállalkozóknak. Szóval olyan családokat idézünk meg ezen a sétán, amelyek egy része már nem rendelkezik itt a városban utódokkal, tehát már nem élnek köztünk Stornók mondjuk, vagy a Széchenyi család tagjai sem élnek itt, de vannak olyan családok is, akiknek a nevét még feliratokból, vagy utcanévből, vagy iskola nevéből akár ismerhetünk, de nem is biztos, hogy tudjuk, hogy ahhoz a helyhez kötődnek, illetve a séta során fölelevenítődnek azok a tudások, azok a javak, azok a nagy eredmények, amiket ezeknek a családoknak köszönhetünk. És most itt vagyunk a Liszt központban, a tévéstúdióban. Valamilyen likőrnek nekem szerintem köze van ehhez. Igen, a Hillebrandi likőrnek minden bizonnyal köze van ehhez. Nagyon sok olyan polgár és iparos kereskedő család, dinasztia élt a városban, a 19. század második felében gondolkodunk, akik akkor fontosnak tartották a város kultúráját. Nagyon sok egyesületet alapítottak, civil kezdeményezések indultak el, üzleti vállalkozások is természetesen, és azért, hogy megépült a kaszinó, ugye a mi épületünk elődjében ez működött, hogy megépült a kaszinó, ez is többek között sokaknak köszönhető volt, olyan családoknak is, akik előtt most majd fejet hajthatunk ezen a sétán. Kik ezek a családok, hiszen itt most egyet éppen említettünk, meg igen, a Hillebrandin likőrről minden bizonnyal föl fog tűnni sokaknak, hogy a Hillebrand család is ugye szóba fog kerülni majd ezen a séta során, ugye a várkerület 85 szám alatt volt az ő egykori likőrgyáruk, ahol ez a nevezetes likőr készült. Nagy sajnálatunkra most már csak megidézni tudjuk ezt a likőrt, megkóstolni nem.
De ki tudja, hát ha még sok-sok ilyen sétát szervezünk, és sok-sok ilyen városi vágyakozás indul meg az egykori soproni legendás dolgok irányába is, és akkor majd talán a likőr is újra elindulhat, viccet félretéve. Igen, olyan tartalmakkal próbáljuk megismertetni a sétálókat, hogy úgy raktuk össze az egyes helyszíneket, hogy reményeink szerint az egész család jól érezheti magát. Mert mondjuk a nagyszülők, akik velünk sétálnak, vagy velük sétálhatnak, ők esetleg nosztalgiázhatnak, visszaidézhetnek régi történeteket, még emlékezhetnek arra a fagylaltosra, aki annak idején, meg arra a zserbóra, meg ilyesmi. Talán a fiatalabbak, a szülői generáció, akik kevesebbet tanultak még a helytörténetből, rácsodálkozhatnak, hogy jé, tényleg, hát az ő nevét én már egy utcanévtábláról is ismertem, vagy jé, tényleg, hát valahonnan ez is derenghet nekünk, és hát természetesen gondoltunk a gyerekekre is, tehát majdnem minden helyszínen van valami, ami azért a gyerekek számára is kedves lesz, úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy egy jó családi program lehet ez vasárnap délután. És csak beleolvasgattam, hogy mi minden vár, milyen kalandjáték vár mondjuk azokra, akik eljönnek, és akkor itt látok ilyet, hogy ahogy rotpatkó, vagy hogy akkor a már említett likőr, aztán ecetet is lehet szagolni, porcukrot fújni, ezek nagyon izgalmas dolgok. Igen. Ugye mindig az a tudás, az igazán miénk, amit szó szerint a magunkévá teszünk, ezt nagyon hiszük és bízunk ebben, hogy a kulturális tudásra ugyanúgy vonatkozik, de természetesen nem elpoénkodjuk a témát. Ezek nagyon fontos családok voltak a város egykori életében, és azt reméljük, hogy mindazok az információkat, amikre most a séta során ráirányítjuk a figyelmet, az egy kicsit a mai koremberét is elgondolkodtathatja azon, hogy mennyi mindent tettek ezek a családok a városért, mennyi mindent köszönhetünk nekik, mi mindenre lehetünk büszkék, amikor az ő általuk nevezett utcán végig sétálhatunk, vagy akár csak leírjuk a nevét, mert mondjuk az ő nevét viseli az iskola, ahova valamelyik gyerekünk, vagy éppen valamelyikünk járt. Szóval, hogy olyan gazdag ez a város, hogy őszintén megmondom, nagyon sok ilyen kört tudnánk még szervezni, és remények szerint majd fogunk is, Covid ide vagy oda, úgy látszik ez a sétaműfaj, ez így nagyon jól bejön, és az a tapasztalatunk az előző hónapokban megrendezett hasonló tematikus séták kapcsán is, hogy visszajöttek például a kiinduló pontra, ami ugye a Liszt terasz, itt a Liszt központ előtti téren, visszajöttek a kiinduló pontra csak azért, hogy megköszönjék, hogy ezt megszerveztük, mert hogy ők annyiszor elmentek már amellett az emléktábla mellett, ők annyiszor elmentek abban az utcában, és fogalmuk sem volt, hogy ott mondjuk ez a dolog történt. Egy olyan hihetetlen gazdag városban élünk, egy olyan gazdag polgári kultúrájú városban élünk, ahol ezeket azt gondolom, hogy illik ismerni, és illik egy kicsit méltóképpen rájuk emlékezni, és talán egy icipici ambíciót összegyűjteni abból, hogy mi magunk a saját kis életünkben is tehetünk valamit azért, hogy ez a város előbbre menjen. Mert egy ecetgyárosnak, ha ez sikerült, egy kéményseprőnek, ha ez sikerült, hát nekünk miért ne sikerülhetne? Úgyhogy azt gondolom, hogy sok ambícióval gazdagodhatunk, és talán nagyon sok élménnyel, és reméljük, hogy a jó idő is mellettünk lesz. Ezt akarom kérdezni, milyen ruházat ajánlott? Hát természetesen nem kell túraruha, egy olyan ruházat ajánlott, amiben egy soproni macskaköves belvárosban, illetve a várkerületen is kellemesen végig lehet sétálni. Nem kell hátizsákot sem magukkal cipelniük, mert a legtöbb élményt a szemüknek, a szájuknak, a szívüknek fogjuk adni, úgyhogy az pedig elfér, azt gondolom, mindannyiunk tenyerében is. Tudom, nem illik ilyenkor egy szabadtéri programnál emlegetni az égi áldást, de azért egy esernyőt, hogyha beteszünk a túra. Igen, mondhatjuk azt, hogy egy esernyő meg egy maszk az ugye legyen velünk természetesen, de igazából azt gondoljuk, hogy egy esernyő alatt is be lehet majd járni ezt a sétát, mi minden esetre fel leszünk erre készülve, tehát ha valaki elkötelezetten elindulna vasárnap délután, ne fogja vissza egy kis csepergészős eső, mert akkor is megcsináljuk ezt a programot. Bár egy valamit még mondok így, a sok jó ember egy helyen, és akkor mi minden égi áldás segítheti még ezt a programot, tehát tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy annyian segítik, annyian közreműködnek ezen a rendezvényen is, hogy én abban bízom, hogy 3 óra 5 perccel biztos, hogy el fog állni az eső, és délután szabadon fogunk tudni sétálgatni, mert ennyi közös szeretet, meg közös jó indulat az összefogott, vagy összefog majd... Összekovácsolja így az emberek. Van, így
embereket. Tényleg, kiknek sikerült összekovácsolni ezt a programot? Sok segítséget kaptatok? Így van, természetesen azokat a családokat megszólítottuk, megkerestük, akik ma is itt élnek közöttünk. Ugye egyrészt a hozzájárulásokat kértük, másrészt képeket, anyagokat kértünk tőlük, és akkor így ők is több helyen partnerként közreműködnek majd helyszíneken, úgyhogy ezúton is köszönjük szépen nekik is, hogy ebben részt vállaltak, szerepet vállaltak, azt gondoljuk, hogy Sopron büszke lehet a családaira, a régi családjaira is, és a mostaniakra is. Várunk akkor, vagy vártok mindenkit, hogy akkor 16-án vasárnap. Nem kell regisztrálni, csak jöjjenek bátran. És akkor 3-kor kezdés. Mi az a legkésőbb időpont, amikor még érdemes elindulni? Ez egy fontos dolog. Hát igen, szerintünk egy bő óra ez a séta így végigjárni. Ha egy kicsit trécselnek, akkor még akár másfél is lehet, úgyhogy úgy készüljenek, hogy azért 6 előtt mindenképpen el kell indulniuk ahhoz, hogy végére is járhassanak a családi körnek. Rendben, Kriszta, köszönöm szépen, hogy ezt elmondtad nekünk. Kedves nézőink, ez volt Mozaik című műsorunk. Tartsanak továbbra is velünk, viszontlátásra!